Most leginkább telefonon érhető el a városlakók számára a nyírteki polgármesteri hivatal. A munka azonban nem állt meg az épületben. A koronavírus járvány harmadik hullámában is igyekeznek gondoskodni arról, hogy az élet zavartalanul működjön a városban. Az intézkedések részeként oltási regisztrációs pontot hoztak létre a közösségi ház és könyvtár épületében, a szülőket pedig arra kérték, oldják meg a kisgyermekek felügyeletét. A bölcsödében és óvodában ugyanis szünetel a nevelés, ügyeletet és étkezést viszont biztosítanak. Országosan a bölcsödék ugyan nem zártak be, itt erre azért volt szükség, mivel egy épületben működik a két intézmény. Az óvoda vezetéssel, a bölcsőde vezetéssel közösen mi arra gondoltunk, és úgy egyeztünk meg, azt tartottuk logikusnak, hogyha azt az épületet zárjuk, és ennek következtében ugye a bölcsőde is beletartozott ebbe. Természetesen ott is van ügyelet, tehát ott is meg tudjuk oldani, hogyha a szükséges, de ez a két hét mindenképpen sokkal szigorúbb nálunk. És ugye nem ide tartozik a vírushoz, de egyébként a többi óvodánkban pedig mást, az egyikben élelmet osztunk, tehát azoknak a gyerekeknek a szüleik vehetik ezt, tehát akik otthon vannak. A harmadikban pedig egy elnyert pályázat következtében épp felújítási munkálatok vannak, tehát az odajáró gyerekek egyébként is át voltak csoportosítva a központi óvodánkban, mert ott egy új bölcsődei rész kerül kialakításra. Az általános iskolában a központi intézkedéssel összhangban digitális oktatásra álltak át, itt is biztosítják az étkezést, amelyhez minden gyerek ingyen juthat hozzá. A közelmúltban felújított orvosi rendelőkben közben az oltási terv szerint zajlik a vakcináció. Az önkormányzat korábban azzal segített, hogy a tanyaggondnoki szolgálaton mozgásukban korlátozott, vagy kieső helyen élő időseket az oltópontra szállította. Járvány ide vagy oda, a fejlesztések nem álltak meg a településen. Nemrég a szemét összeszedésére nyertek pályázatot, idén szeretnék megtisztítani a várost, ahol az új bölcsöde építése is folyamatban van. Van még egy út pályázatunk is, amely szintén nyert, csak én ebben mindig egy ilyen kicsit vaskalapos álláspontot képviselek, hogy megvárom a folyamatos jó időt, és akkor kezdek utat építeni. Nyilván van még más úttervünk is. Itt a központi telkek folyamatos beépülése azt eredményezi, hogy egy szennyvízcsatorna hálózatot fogunk ebben az évben lehetőség szerint itt is nyár elején kiépíteni, illetve a kerékpárút felhívta a figyelmet arra, hogy itt van nekünk egy nyílt telken, ahogy bejövünk, egy ilyen kis elhanyagolt tó, azt szeretnénk megújítani, és ebből egy ilyen szabadidős tavat készíteni. Szintén a közeljövő tervei között szerepel a jelenleg két külön helyen működő katolikus iskola egy épületbe költöztetése, aminek oka, hogy a fenntartó egyház község egy nagy tornacsarnokot épített, ahol a gyerekek jobb körülmények között mozoghatnak majd. Az üressé váló iskola épületben pedig egy új városházát hoznának létre, hogy a lakosok számára biztosított önkormányzati szolgáltatások egy helyen legyenek elérhetők.